Ez lesz a mai egyenes beszéd. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket a stúdióban. Itt van már Novák Zoltán, a Méltányosság Intézet elemzője, és Róna Dániel, a 21 Kutatóközpont igazgatója. Jó estét, szervusztok! Jó estét! Kezdjük azzal, hogy tegnap itt volt Csák János, kultúráért és innovációért felelős miniszter, és hát sok mindent mondott, kezdjük a Zeneakadémia ügyével. Új pályázat lesz, ezt mondta, visszavonják a régit, a hét vége felé vagy jövő héten meg lesz az új, és azt mondta, hogy kiszélesítik a tiltakozás hatására ezeket a feltételeket. Ugye a tiltakozások arról szóltak, hogy ezek túl szűkek, leginkább úgy néz ki, mintha egy személyre lenne szabva. Aztán a beszélgetés közben kiderült, hogy úgy szélesítik ki, hogy tulajdonképpen majdnem, hogy ugyanaz lesz, mert nem vonatkozik csak az előadó művészekre, csak bekerülhetnek a jazzzenészek, és a többi, és a többi. Hogy látjátok ezt az ügyet, ez a nesze semmi fogd meg jó a kategória, vagy valóban hátrébb lépett most a minisztérium, és engedett a tiltakozásoknak? Én szerintem ez a kultúrharc egyik újabb etüdje, és nem látok lényegi változást abban, hogy egy picit szélesítettek ezen. Van egy elképzelés, hogy kit szeretnének, én meg lennék lepődve, ha nem az lenne. Ezt még egyébként biztosan nem tudjuk, hogy ki az, vannak tippek, hogy ki lehet ez kiírva. Nagy valószínűséggel az fogja megnyerni, akire ezt kiírták. És mai hír, hogy a miniszter a új pályázatnak a módját, rendjét, azzal a szervezettel beszéli meg többek között, akinek a vezetője... Keller András. Igen. Igen, tehát itt az, amit itt el lehet mondani, hogy nem biztos, hogy az, akit ők elképzeltek, az a legjobb intézményvezető. Tehát az, hogy valaki a világ színpadain ott volt, mert ugye ezt hangsúlyozta a miniszter... Azt mondja, hogy ez a fontos. Hogy számára ez a fontos, hogy az azért nagyon más egy intézményt vezetni, és egy intézményt sikerre vinni, mint adott esetben kiállni egy színpadra, és ott jól szerepelni. Ez a kettő nem biztos, hogy... ugyanaz a halmaz. Ugye sok újságcikk, meg sok hír szólt arról, hogy ez az egész a Zeneakadémia körül azért van, mert ugye egy pénzügyi támogatást is vontak meg, mert hogy ez egy bosszú a kormány részéről, mert hogy nem akar alapítványi formába kiszerveződni a Zeneakadémia. Ez is szóba került tegnap, azt mondta, hogy semmilyen nyomás nincs a Zeneakadémián, ha a szenátus úgy döntött, már pedig úgy döntött, akkor nem kell alapítványi formába mennie. Na most kérdés csak az, hogy... Csak pénzt nem kapnak, de kérdés az, hogy mi lesz ennek a vége, mert hogyha egy olyan rektor lesz, aki mondjuk ezt támogatja, nem a mostani jelöltje a Zeneakadémiának, akkor lehetséges, hogy a vége mégiscsak az lesz, hogy alapítványi formába kerül a Zeneakadémia. Ezt azért látni kell, hogy tehát a modellváltás bírálói, tehát főleg az ellenzék, és ennek a szcénának az ellenző, olyan tagjai, akik ellenezték ezt a teljes váltást, azok ugye... azzal bírálják ezt az egész rendszert, illetve azt is számon kérik magán a teljes közösségen, hogy hát nem tiltakoztak, nem álltak ennek ellent, hogy például tegnap is elhangzott olyan nyilatkozat, hogy nem vonulnak utcára a kutatók például, vagy a diákok. És ez alapvetően azért van, mert azért ez a modellváltás elő volt készítve, tehát erre azért évek alatt fordult rá a kormány, és mire ez... hogy mondjam, fel lett kínálva az egyes intézményeknek, addigra már sok helyen baráti, hogy úgy mondjam, vagy a kormánnyal rokon szembező rektorok ültek a bársonyszékekben, és innentől fogva ezt könnyebben, sokkal könnyebben át lehetett vinni. Ahol meg mondjuk úgy, hogy függetlenek ültek, ott pedig egyrészt nyomásgyakorlással, másrészt források beígérésével lehetett rávenni ezeknek az intézményeknek a vezetőségét, hogy ezt a váltást hozzák létre. Azt gondolom, ami most történik a Zeneakadémiával, az nem bosszú, az egyszerű nyomásgyakorlás. És hogyha itt változás történik, a kormánynak megfelelő változás történik a vezetésben, akkor meg fog történni a modellváltás. Még egy dolog az interjúval kapcsolatban, Erasmus program, erről is beszélt tegnap, és ő tegnap határozottan kijelentette, hogy senkit nem ér hátrány, lesz megállapodás, és minden egyes hallgató, kutató részt tud venni, nincsen semmiféle határidő, egyetlen hallgató sem marad le semmiről. Teljes zűrzavar van ebben a történetben, mert Johannes Hahn, a költségvetési biztos, teljesen más mond, a bizottság szóvivője teljesen más mond.
Most kinek higgyünk itt ebben a kérdésben? Én volt Erasmusosként annyit hagyd tegyek hozzá, hogy ez a külföldi cserediák program, ez úgy működik, hogy valaki ennek a programnak a keretében pályáz, és ezért bebocsátást nyer az egyetemre, beengedik az órákra, a könyvtárba, stb. És a kormány hiába mondja, hogy még hogyha nem is sikerül megállapodni az Európai Unióval, majd akkor ők kipotolják a forrást, attól még, hogy valakinek pénzt adnak, attól még nem mehet egy nyugati egyetemre, ahhoz kell egy megállapodás. Várja, Dániel mást is mondott, mert amikor ezt felvetettem neki, azt mondta, hogy lehet egyetem és egyetem között egy megállapodás. Ez persze elképzelhető, ez az Erasmus nélkül is, vagy az Erasmusszal is, meg anélkül is megtörténhet, de ugye látni kell, hogy az Erasmus egy rendszer, egy kiszámítható rendszer, a hallgatók tudják, jelentkeznek rá, az egész pályafutásukat úgy kalkulálják, hogy akkor mondjuk negyed évben kimegyek, míg hogyha ilyen bilaterális megállapodások köttetnek egyetemek között, akkor az egy új dolog, nem biztos, hogy annyian mehetnek ki, nem biztos, hogy annyian értesülnek róla. Ez nem tudja ugyanazt pótolni, tehát a megszokott lehetőségen akkor is csorba esik. Én úgy látom, hogy tulajdonképpen ez az egész történet egy ilyen chicken game-mé kezd alakulni a bizottság és a magyar kormány között, ahol a bizottság gyakorlatilag, ugye ezt úgy szokták apostrofálni, hogy két autó halad egymással szemben, és ugye az a gyáva nyúl, vagy az a chicken, aki elrántja a kormányt. És itt úgy néz ki, hogy a bizottság ezúttal nem fogja elrántani a kormányt. Szeretném kérdezni, hogy ki bukik ezen nagyobbat? Igen, és ez a játék egyébként a Fidesznek az elmúlt 12 évben működött. Tehát nagyon sokszor végül is kihátrált az unió nomenklatúrája a konfliktusokból, nagyon sokszor lehetett őket tesztelni, hogy meddig mennek el lehetett sikálni az ügyeket, vagy el lehetett húzni, ilyen jogi útra terelni, és így időben elhúzódva mindenki megunta már, és a kormányra hagyta. Ez most nem fog működni, tehát nagyon látszik az, hogy itt egy ritmusváltás van, a bizottság ebből a konfliktusból, ebből a szembenállásból ki fogja hozni a maximumot. Az teljesen nyilvánvaló, hogy az európai elit ma már, és nem csak a brüsszeli nomenklatúra, hanem az egyes országok vezetői is, jutottak arra a pontra, hogy valamilyen formában fellépnek az Orbán rezsim alakulásával kapcsolatban, tehát megpróbálják ennek a rendszernek a továbbépítését kizökkenteni, vagy megakadályozni, vagy legalább arra szintre eljutni, hogy ne uniós pénzekből épüljön tovább ez a rendszer. Ezek a hangok egyértelművé váltak, tehát ezek a bírálatok egyértelművé váltak, és az unión belül is vannak pici nyomásgyakorlások és konfliktusok azzal kapcsolatban, hogy egyre többen bírálják magát a bizottságot, illetve gyakorolnak rá nyomást, hogy lépjen fel keményebben az Orbán rezsimmel. No, lesz erről ma még szó Szent Iványi Istvánnal, most megint váltsunk témát. Varga Mihály posztolta ma, szinte ő adott hírt róla, hogy Budapestnek fizetnie kell, ugye a fővárosi törvényszék visszautasította a főpolgármester keresetét, amelyben az adófizetés alól próbált kibújni, így fogalmazott Varga Mihály. Ez egy gyors döntés volt, mit gondoltok erről? Most hadd kezdjem én is egy kicsit messzebbről, ahogy egyébként nagyon egyetértettem azzal, amit mondtál. A 2018 előtt azért a kormány és az ellenzéki önkormányzatok közötti szembenállás az nem ért el olyan szintet, mint az utóbbi időben. A Modern Városok programból az ellenzéki városok, mint például Szeged és Salgóteremek, akkor is ellenzékiek voltak, nem maradtak is, sőt, a miniszterelnök tüntetőleg még meg is látogatta ezeket a polgármestereket, Botkát egyébként éppen akkor, amikor ő miniszterelnök jelölt volt. Üzenni akart a miniszterelnök, hogy attól még, hogy ellenzéki vezetési egy önkormányzat, attól ő még tárgyal vele, attól még a programnak része lesz. És ez változott meg, amikor az iparűzési adó kompenzációból szinte teljesen kimaradtak az ellenzéki önkormányzatok, és most egy újabb csavar történt az utóbbi egy évben, hogy most már lassan ott tartunk, hogy a kormánypártiak is azt kapják jutalmul, amit az ellenzékiek büntetésül, azaz a semmit és az elvonásokat. Tehát most már olyan rossz a magyar önkormányzati szférának a helyzete, hogy idáig jutottunk, és ebbe a hírbe ágyaznám be azt, ami most történt, hogy Budapest megpróbálta jogi útra terelni ezt a dolgot. Ezt első fokon nem nyerte meg ezt a csatát, de ennek a meccsnek még abszolút nincs vége, még fellebbeztek, és meglátjuk, hogy fog dönteni a bíróság.
Én azért csodálkoznék, ha másodfokon ez megállna, megállhat, de kicsi esélyét látom, és szerintem a polgármester sem hitt abban, hogy ez át fog így menni, vagy hogy ezt vissza tudja tartani, ezt a pénzt. Egyszerűen csak jelezni akarta a budapestiek számára, tehát ez így inkább egy kommunikációs vagy szimbolikus politikai gesztus volt, vagy lépés volt, hogy gyakorlatilag a kormány mostanra többet von el, mint amennyit beletesz Budapestbe, és hogy a budapestiek erre rezonálnak is, tehát egyelőre a számokból az látszik, hogy a fideszes budapesti választók egy része is úgy gondolja, hogy a kormány bünteti Budapestet. Ez van is kutatásatok, hogy a Median és a tiétek volt a 21 kutatóközponté. Mit mutatnak itt, vagy mit mértetek ti pontosan? Hát talán a legfontosabb ugye a főpolgármester újraválasztása, amit nagyon nehéz mérni, mert a fideszes kihívónak a nevét még nem lehet tudni, az se, hogy fideszes színekben indul, vagy függetlennek látszó jelölt, nem lehet tudni, hogy lesz-e harmadik, negyedik jelölt. Egyelőre úgy tettük fel a kérdést, hogy Karácsonyra szavazna-e a budapesti választópolgár, vagy a fideszes kihívójára, és 49-25-ös arányban, jól emlékszem, nagyon nagy fölénnyel Karácsony vezetett ebben a kérdésben, de azt nagyon hangsúlyoznám, hogy ez nem választási előrejelzés. Tehát egyrészt még majdnem egy év van, másrészt ugye nem lehet tudni a Fidesz jelöltjének a nevét, harmadrészt nem biztos, hogy ketten lesznek. Lehet, hogy a kétfarkú kutyapárt is állít jelöltet, vagy nem tudom, kicsoda állíthat még jelöltet, vagy független is indulhat. Tehát ez még egy nagyon messze vagyunk ennek a meccsnek a végétől. Ez egy következtetés, bocsánat, azt le lehet vonni a ti kutatásatokból, hogy mennyire sikerül elhitetni a kormánynak a budapestiekkel azt, hogy Karácsony Gergely rossz városvezető, hogy csődbe vitte a fővárost, pedig mennyi sok pénzzel hagyta rá Tarlós István. De ugye a másik oldalon meg azt mondja az önkormányzat, a főváros, hogy kivérezteti a kormány Budapestet. Igen, az biztos, hogy ez a fölény, ami június végi adatfelvétel során a főpolgármesternek megvolt, ez még nagyobb is, mint amit korábban mértünk. Szóval én is úgy érzem, hogy ezt a meccset semmiképp sem tudta megnyerni a Fidesz Budapesten. Meglátjuk, hogy a hátralévő meccseken milyen teljesítmény. De arra is visszavezethető egyébként szerintem, hogy a Karácsony elleni kampány, ezt tulajdonképpen két vonalat visz, mely két vonal picit kioltja egymást. Tehát van az egyik vonal, ami azt próbálja bemutatni, hogy alkalmatlan, egy ilyen pipogya alak, tehát hogy nem tudja átlátni a szervezetet, nem tud semmiről, és egy ilyen lányos férfi, aki nem tudja kézben tartani a dolgokat. A másik vonal pedig nagyjából azt akarja bebizonyítani, hogy Karácsony egy gazember, aki lopcsal hazudik, dörzsölt, mindenkinek túljár az eszén. Tehát a kettő együtt nagyon nehezen, hogy mondjam, eladható, és ez a két narratíva picit kioltja egymást, ezért nem tud Karácsonyon megtapadni a jelenlegi fekete piár. Még háborúpárt is. Még csak röviden, ha szabad, annyit tennék hozzá, hogy megint ugye egy ellenzéki önkormányzat áll szembe a kormánnyal, és Lázár János mondta a Hódmezővásárhely kapcsán, hogy a hódmezővásárhelyek bárhogy szavazhatnak, ahogy csak akarnak, de hogyha Márki-Zay Péterre szavaznak, akkor a következményeket viselniük kell. És Körösényi András kollégám nagyon találóan írt, hogy ez egy fordított elszámoltatás. Tehát nem az történik, mint ami demokráciákban történni szokott, vagy történnie kellene, hogy a választók, ha nekik nem tetsző eredmény jön, akkor megbüntetik a kormányt, hanem a kormány bünteti meg a választókat, hogyha neki nem tetsző eredmény születik, és Budapesten ez semmiképp nem tűnik úgy, hogy működik. A budapestiek nem tűnik úgy, hogy rezonálnának erre a kormánypárti üzenetre. Meglátjuk, hogy más városokban majd milyen eredmény. Meglátjuk. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm.